A magyarországi Bács-Kiskun megye északi részén fejlett az autóipar. Az elmúlt években ugyanis nagy léptékkel haladt előre a gépipar, meg a műanyagipar is. Ezeknek a gazdasági területeknek keresnek partnereket Vajdaságban. Valamint a mezőgazdaság és a feldolgozóipar is kapcsolódó pontja lehetne a két térségnek. Óriási a potenciál mind a két oldalon. Mezőgazdasági potenciál az egyértelműen nagy, a feldolgozóipar pedig, élelmiszerfeldolgozás pedig egy átalakuló állapotban van Magyarországon. Most úgy látjuk, hogy újra erősödőben van. Szerbiai oldalon kevésbé ismerem, de a kapcsolatokat itt is szeretnénk építeni. A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara már együttműködik a szabadkai és a zombori kamarával. Az újvidéki körzeti gazdasági kamarával viszont csak néhány hete kezdték meg a tárgyalásokat. Fontosnak tartjuk a kapcsolatok elmélyítését szomszédainkkal, akik számunkra azért is jelentősek, mert hasonló termékeket állítanak elő, ezért már egy közös cég megalapításának ötlete is felmerült, amelybe több kamarát is bevonhatnánk. A cég főként tanácsadással foglalkozna, valamint a magyarországi és szerbiai vállalkozók között tartaná az üzleti kapcsolatokat.